Na csá, papikáim, Keeper Papi jelentkezik újra, és nekiállunk akkor az összeszántásnak, a területlopásunknak. Területlopás project indul. Ugye erről beszéltünk, hogy akkor ezt megoldjuk, hogy legyen nekünk plusz területünk ingyé. És ez nekem nagyon tetszik, hogy ezt így meg lehet oldani. Igen, a combine az arat, ugye? Pont ugyanott vagyunk ott, ahol abba hagytuk ezelőtti rízt. Nem maradtatok le semmire. Annyi kellene, hogy ezt így pont egy traktor szélesség maradjon ott, az így jó nekem is. Jó is nekem, jobban mondani. Jó nekem is, mit beszélsz? Viszont ezt még egyszerűleg, nem nagyon tetszik, hogy ott olyan izé lett. Ilyen lépcsőzet, és lehet, hogy lehúzom még egyszer, bár annyira nehéz ám egyébként eltalálni. Ezt egyenesre le kérem még húznom. Jó. Tudom, hogy nem erre kell szántani most, de most az a lényeg, hogy itt ez legyen egyenes. Ez a projekt megy. Ezt egyenesbe szántom. Keepernek szimmetria, meg minden mániája van, tudjátok jól. Ez úgy jó. És akkor körbe szántjuk először, és akkor utána meg a közepét majd. Ez meg ugye még egyszer mehet, azt beszéltük, mert ugye kb. 60%-ig fog kiérni. Jó lesz ez. És akkor közbe szántás mehet. Itt meg annyi, hogy akkor itt végig csusszunk. Így. Ezt megpróbálom egyenesre, hogyha sikerül, nem sikerül. Annyira nem probléma. Remélem, hogy majd nagyjából úgy párhuzamos vagyok ezzel a kerítéssel. Kicsit néha közelebb megyek, kicsit néha távolabb, nem annyira nagy gond. Ugye le lesz kultizva, akkor már nem látszanak a szántásnak a vonalai, jobban mondva nem látszanak akkor a barázdák. És akkor már nem lesz abból gond, hogy nem fog látszani, hogy mennyire párhuzamos, vagy mennyire nem párhuzamos. Itt ennyit elhagyok, hogy tudjon fordulni valamilyen gép, bár a nagyobb gépek valószínűleg nem fognak tudni fordulni itt. Sőt, lehet, hogy majd lehengerezem. Hogyha nagyon közel vagyunk, akkor majd lehengerezem azt a részét, amelyik nem sikerült olyan jóra. Ugye tudunk visszaállítani és eredeti talajra hengerrel. Kiérünk, megnézzük a combine-t. Azt hiszem 10.000 literes a combine-unk, ugye? Aha, jó, ezt végigér, és akkor már üritenünk kell. Igen, ezt azt hiszem egy 10.000 literes combine. Gépi munkás. Gépi munkás próbáltam bekapcsolni, ugye nem lehet természetesen területet létrehozni gépi munkással, mert nem tudja, hogy te hol akarod létrehozni. Ugye nincs terület, ahol végigmenjen. Később ugye kultiválni már tud, aratni már tud, rajt petni már tud, mindent tud rajt csinálni a gép. Ha már egyszer megcsináltad, csak azt nem tudja, hogy hol akarod te létrehozni. Úgyhogy ezt neked kell ugye így manuálisan leszántanod. Ez nem 2 perc, de viszont hogyha már körbeúztuk, akkor már ugye könnyebb, mert gyakorlatilag akkor nem kell figyelned arra, hogy
Ha merre mész, mivel csak annyi akkor a dolgot, hogy körbe-körbe szántod. Mármint megyünk körbe-körbe, vagy pedig oda-vissza a ízlés szerint. Nem kell annyira figyelni. Na, ez így van. Gyorsan. Na, még egy kört már nem fog kibírni. Nézzük, mert tempomotot lőjük be. Mennyi 15 körül megy, vagy mennyi körül? Úgy, de közel jöttünk. Megszoktam kis kombájna, nagy vágóasztal szoktam menni. Na mi van ma? Na, ennyire közel vagyunk? Jó, oké, megvárja, míg leürítünk, nagyon szuper. Na, és akkor ez a félig lesz. Az egész tábla rá fog férni erre a gépre. És nagyon jó árba elmegy, ugye ez 21 ezer liter, 1000 literje olyan 2500 körül megy ennek. Ami azt jelenti, hogy 50 valahány, vagy olyan 70 ezer pénzt fogunk ezzel kaszálni. A nagyobb gépekre fogunk mindenképpen gyűjteni. Nem fogjuk elkótyavetélni kis gépekre, meg ugye nagy földekre gyűjtünk. Na. Ugye amíg learatja, addig nyomhatjuk neki itt. Nyomunk egy ekefordítást. Hanem az nem tetszik, hogy ott a sarka megmaradt. Szóval itt most egy kicsit előkörködtem. Igen, nem tolhatunk ekével, tudom. Csak hatékonyak vagyunk, nem túl szakszerűek. És akkor most már mehet, ugye ráállítjuk azt a... Szépen elvileg ugye, ha nagyon pontosak akarnánk lenni, ugye a barázdába kéne talán menni a legelső keréknek, és akkor úgy dobatni, és akkor ugye mindig egy darab... például nekünk most legjobb oldali ekefej, az ugye abba amit az húz, barázdát, abba ugye nem kerül bele már föld, mivel ugye mellette már nincs ekefej, oda nem dob bele, és ott marad egy barázda, és amikor visszafele jövünk, akkor abba dobatjuk bele, és akkor így tovább gyakorlatilag. Így működik. A szántás az... bazd meg. Ilyeneket nem csinálunk, mert ott marad. Ó, nagyon izélek, nagyon spórolósan megyek. Aztán elcseszem a miatt. Inkább akkor, mint hogy tolatgatni kell, inkább akkor menjünk rajt itt. Tényleg azon a barázdán, a szélsőn. Szépen kiemeljük az ekét már ugye menet közben, és akkor majd ledülőzzük a végét. Nem tökörünk. Így. Ezt mehetünk visszafele, ugye gyors fordítás. Megint ugyanaz a szisztéma. Engedjük, ezt már mehet is. Gyorsan, szakszerűen próbáljunk meg szántani. Bocs, látszok, hogy ezt csinálom, de megfigyelitek, ez egy hatalmas föld és full ingyen lesz nekünk. Mi az nem egy olyan rossz dolog. Ugye kapásból annyit csinálunk, hogy most ott a pótkocsis traktort, ugye rárakjuk a vetőgépet, megint elvettetjük, ott marad a kombájn, csak annyi, hogy eladjuk közben a cuccot, és akkor ugye így egyből gyűlik folyamatosan majd a pénz. Az nagyon nagy probléma, hogy nagyon messze van a kettő föld egymástól. Ugye ezt ingyen kapjuk, de messze van, úgyhogy ide lehet, hogy egy... itt nekiállunk kicsit, hogy az egyes föld az elég pici, lehet, hogy itt kéne majd a nagyobb földeket venni ezen a tájékon. És akkor egy helyen lennének. De 21-esre kéne gyűjtenünk, itt van mellette, és akkor kettő földön itt szimultán itt tudnánk dolgozni. Ilyenkor egyből fordítasz. Fordulsz a géppel is. Ráz. És már engeded is. Ha kicsit ott marad, nem baj. Végén ledüllőzzük.
egy nagyobb bekéve ugye, a Big Bud-dal például, Big Bud-dal gyorsabban tudnánk szántani, de hát nem csalunk. Csináljuk szépen úgy, ahogy kell. A másik oldalát lehet, hogy lehengerlem, hogy legyen egy kis rés, látjátok itt a... Az a baj, hogyha pont úgy fordul a vető, hogy pont nem jön ki, akkor nem fog ott már elférni. Ugye nem fog a vető egymásra lapolva menni, meg ugye a kombány se. Itt lehet, hogy a kerítés miatt lesznek problémák, de figyeljetek, ingyen ajándék lónak túrós a háta szokták mondani, meg azt is, hogy ne nézd a fogád vagy micsoda, ugye? Én ezt így állunk hozzá ez a dologhoz. Vannak még ilyen részek, de lehet, hogy nem lesz többre szükség. Még egy, hát még azért ez ingyen van, most ezt azért akartam, hogy legyen. Gyerünk! Egyébként bármilyen meglepő, még ti tanítottatok meg szántani normálisan. Még amikor Farming Simulator 15-öt kezdtem, még 17 még nem is volt, akkor ugye szántottam, és akkor mondtatok mindig, hogy fordítva szántok. És akkor ti mutattátok meg. Igaz, hogy Fater tudod, traktoros volt meg minden, de ő inkább ilyen takarmányos volt, ő mindig izével. Ugye régebben teherautóban mondjuk úgy, hogy hiány volt. Hát volt jó, volt zil, meg volt ifa, meg minden, de traktorokkal is nagyon sokat hordtak ugye gabonát, meg minden. Úgyhogy a Fater az inkább ilyen gabonahordós, silóhordós, tuccos volt, tudod. És gyakorlatilag nem is emlékszem arra, hogy mi szántottunk volna például traktorra. Kombájnozni szokott még, de... De izét nem emlékszem rá, hogy egyáltalán lett volna. Mindig csili-vili volt a traktorja, meg gyakorlatilag mindig amorf módon kopottak voltak a gumii. Mármint ilyen, nem azt mondom, hogy nagyon kopottak voltak, hanem ilyen nagyon furcsán voltak kopottak. Mert mindig aszfaltozott. És úgy voltak kikopva, hogyha hogy a közep az jobban kopott. És emiatt, hogyha így ránéztél a gumira, akkor olyan volt, hogy a két szél az jobban felállt már. Mert ugye ott belapult és ez jobban kopott a közepe. És a ilyen homorú volt a gumi felülete már, emiatt. Ez tök furcsán nézett ki. Ilyen jó éles volt a izé, pereme. Na, ilyen éles volt ugye a széle. Ahol találkozik a palás felület, meg ugye az oldal a guminak, az ilyen éles volt már. Úgy kopott mindig ki. Ja, meg mindig festegette, emlékszem. 82-es kiskabinosa volt. Meg hát mindig, régebben úgy volt, hogy mindig azzal járt haza. Hát most már nincs TS korszak. Régen az volt, hogy mindig így megállta az izé, mint hogyha autóval jött volna, érted? Ezt mindig megállta kapu előtt, aztán ott héderezett a nem tézé. Hát meg minden, úgy volt, hogy volt például, nekünk volt 82-es kiskabinos, nekünk idézőjelben, de meg úgy volt, érted, hogy a régen nem úgy volt, hogy bementi a TS-be, aztán ami gépet éppen érti, hanem mindenkinek meg volt a gépe, szó szerint. A Fater szerintem megkapta azt a 82-es kiskabinos MTZ-t újjan. Azt érted, hogy újjan, hogy zsír újjan. Amikor hozták Ruszkittu, akkor adatták neki, itt van ez a te MTZ-t. Zsír új volt. És akkor megkapta, és akkor dolgozott rajt 30 évet. Vagy 20-at, vagy nem tudom mennyit. És mindig ő, mondjuk úgy, hogy karban tartotta, mindig ő volt a... Ő cserélte gumikat rajt, spicerekkel, meg mindent ő csinált rajt, ő festegette, ő takarította. Gyakorlatilag az övé volt a gép. És akkor azzal járt haza. Ja, hát most már nem ez van szerintem, most már az van, hogy amit érnek. Jó, lehet, hogy van olyan, amin dolgozni szoktak, tehát nem az van, hogy 30 évig lehúzod a gépen. Emlékszem régenben, vannak ilyen régi képek, még DT-n kezdett, lánctalpas DT-n, de majd mesélte, hogy még Körmös Hofferen is, azon is szokta csapatni. Mesélte, volt egy sztori, hogy véletlenül valami sebességbe ugrott a Körmös Hoffer, aztán így szó szerint így fölmászott az izére az oszlopra, nem úgy, hanem így föltolta magát, és akkor így átborult. Ja, jó volt. Jó lehetett. Ja, meg izét néztem, régi képei között van olyan, hogy DT, lánctalpas DT szánt. Most már DT-t nem használnak,
Ez a DT-75-ös, ha jól emlékszem. És amúgy a DT-t nem használnak másra, mint... mint leginkább erdei célokra, erdészetnél. Mert mert gyakorlatilag nem nagyon éri meg. Ilyen ilyen erdőbe szoktak ilyen mészántás, tuskószaggatás, meg ilyenre szokták használni. Hát régen ugye az volt, hogy nem, azzal szántottak gyakorlatilag. Mert hát nem volt nagyobb, nem volt erősebb gép, ugye. Most nem, akkor még nem voltak meg a rábák. Nem voltak 250-es rábák, kirovecek nem voltak. Gyakorlatilag talán, az, nem tudom, a DT korszak az talán az 50-es MTZ, talán, vagy még előtte. Hát 50-es MTZ az meg nem volt olyan erős, DT-vel azért jobban lehetett szántani, jobban vitte ezekét. És akkor azzal szántottak. Mit tudom, kisebbekkel, most egy körmös nem vitte el, érted, akkor elkét, mint a DT. Meg hát az később is volt a DT, tudom, de viszont a rábák előtt. És akkor később ugye meg jöttek a rábák, azt utána azok átvették a szántani, a tárcsázást, azok nagyon azok átvették az MTZ-éktől. Na, hát ez meg itt bele van keveredve, várjál. Igen, ugye akkor a steigerek azok átvettek minden ilyen feladatot. De most miért nem kerülik ki? Figyeljetek, nem értem. Az ilyen tereptárgyakat kit kerülik, a gépeket nem. Ezért jó az a mód. Írta volna, hogy elakadt, ugye? Odébb húzom, hadd csinálja. És szerintem azt egy fogással le is viszi. Aztán itt kiürítünk ezen a felén. Ja, nagyon izzétek, különben emlékszem, amikor... nem emlékszem, hogy... mikor jöttek a steigerek, mert én akkor nem éltem, de... már emlékszem, hogy mindig mondták, hogy... nagy öregek, hogy... féltek, amikor megjöttek a steigerek, mert hogy... elveszítik a munkájukat, hát... mit tudom én, 3 MTZ-nél gyorsabban... szántottak, meg tárcsáztak, hát hogy ilyen a tárcsákkal, úristen... érted, hogy az MTZ-nek húzta a pici tárcsát... olyan széles volt, mint ő maga... Steiger meghúzott... húzta fél dombódalt. Igen. Ja. Ezt így volt, igen. Ja, azt akartam mondani, hogy itt a faluban, például, vagy nem, csak az utcánkban, az úgy nézett ki az utca, hogy mi nem is tudom hányadik, ötödik házból lakunk. Ott MTZ. Kis kabinos. Fölöttünk balra kettővel nagy kabinos MTZ. Fölöttünk jobb oldalt kettővel rába tehergépkocsi. Így voltak. És ez évtizedeken keresztül. Nem az, hogy mindig ugyanazt csinálták. Például fölöttünk kettővel lakott balra egy fickó. Nagy kabinos MTZ-vel mindig permetezős volt. Vegyszeres, mindig ugye úszta azt a nagy kinyitható, tudod melyiket. Az 10 év volt, ilyen betegségei is lettek különben. Ugye régen nem hordtak maszkot, ki volt nyitva az MTZ, hátsó ablak, minden. Ment a folyamatosan a évtizedekig permetezett. Hát kapta a fesztet, volt baj. Aztán ilyen mindenféle ilyen belső szervi problémái voltak. Máj, meg... jó, tudom, igen, most gondolod, alkoholista volt, meg minden, nem csak az, hanem mindenféle, tényleg minden problémája volt, ezek sok lerakódott... hát meg régen ugye nem foglalkoztak, hogy nem volt annyira... nagyon egészségkárosítóak voltak a vegyszerek. Ez 10 év volt, ezt... ja, ilyen behalt meg. 20 évig, ez jó volt, na, és azt akartam mondani, hogy ugye mindenkinek megvolt a gépe, és meg volt a feladata. És például ő mindig csak permetezett. A fater az meg mindig csak izét takarmányozott. Egyik helyre hordta a silót a másik helyre, gabonát hordott, meg ilyesmi. Hát az utóbbi időben. Az utolsó években, leginkább utolsó évtizedekben, inkább úgy mondom.
Előtte meg ugye DT, meg körmös, meg mindenféle volt. Ja, meg a legelső időkben szoktam mesélni, emlékszem. Ugye a legelső időkben ott meg izével szokott, aratni szoktak. És cséplőgéppel. Nem kombájnnal. Hanem a cséplőgépet azt úgy kell elképzelni, hogy volt mondjuk a valahol, mondjuk a földszélén vagy bárhol, oda vontatták. Ugye ilyen fémkerekei voltak, aztán még nem is gumikerekű volt, oda vontatták traktorral. Leginkább ugye Hoffer időszak. Ugye lapos szíjhajtással a Hofferen volt egy ilyen nagy lentkerékszerű cucc, és arra ugye rá lehetett rakni a lapos szíjat. Lapos szíjhajtással a Hoffer az hajtotta ezt az egész cséplőgép cuccot, és a cséplőgépet azt úgy kell elképzelni, mint hogyha a kombájról levágnád a hátsó részt, vagy azt a részt gyakorlatilag, ami a cséplést végzi. Tehát manuálisan kellett beleszórni a levágott ugye száras tolag gabonát, és akkor azt meg azt kicsépelte, ja, igen. És ugye akkor lett belőle, akkor marha nagy por, folyamatosan tudod, hát biztos van róla videó, nem tudom. Gondolom megmaradt néhány példány, hogy milyen az. Meg tudod nézni, ha gondolod. De hát ezt így, igen, és akkor ugye később jöttek a kombájnok. Kombájn ugye az nem más, mint egy négy kerékre felszerelt cséplőgép. Ezt a cséplőgépet gondolták, hogy mi lenne akkor, hogyha nem kéne beleszórni ugye a gabonát. A szárastól, meg ugye nem kell azt a cuccot beleszórni, hanem egyszerűen ő menne, és levágná, és belekerülne a gépbe. És akkor ha hegy nem megy Mohamedhez, tudod, akkor ez van. Akkor oda ment gyakorlatilag a cséplőgép, közlekedett a földön, és levágta, és akkor úgy csépelte ki. Úgy, először ugye még nagyon egyszerűek voltak, gyakorlatilag egy ilyen kabriók voltak, úgymond ugye kabin nélküliek, azt így alakultak ki sorba, de egyre modernebbek. De hát az alapja az volt, hogy ugye a cséplőgépet rászerelték egy mobil szerkezetre, és akkor ugye abból alakult ki a kombáj. De emlékszem, hogy még szoktam mesélni, hogy mindig cséplőgépkezelő volt, és akkor azt csinálták. Ez egy elég veszélyes szerkezet volt, ahogy el szoktam mesélni, mert könnyen bele lehetett hullani, és akkor megdöglött az ember, mert őt is ki lett csépölve. A gyerekek már, hát nem tudom mennyi, egy negyedével meg vagyunk a szántással. Halljátok, igen, ez végzett. És végig volt annyi, hogy vissza kellett jönnie, jó van. Mert ezt ide félreállok, és akkor megindítjuk a vetést is, hogy közben azért valami történjen is. Ezzel kiürítjük, vetünk, és akkor annyi. Megint szóját fogok vetni, közben majd el kell vinnünk a izét is. Ugye ami addig tudjuk elvinni, amíg érik. Beérik, akkor majd elvisszük. Mivel két traktorunk van, minden kettő állományban van. Munkár végez, úgyhogy kicsit így kell variálgatni. 76 pénzünk van. Remélem, hogy a melóssal mínuszba is tudjuk vinni, nem nekem kell megoldani ezt. De mindjárt kiderül, 70-69, közben dolgozzunk. Ja. Majd lehet megkeresem ezeket a képeket, azt majd megmutatom nektek. Ezekről a régi technikákról, mert vannak ilyen képek, de hát ezek, képzeljétek ezek a képek hogy készültek, nem úgy, mint most, hogy random készítenek egy selfie-t vagy egy képet, hanem esetleg egy olyan ember, hogyha aki oda téved, akinek volt olyan eszköze, hogy lehetett vele fényképezni, magyarul egy fényképezőgépe, ami akkoriban ugye nagyon marha ritka volt, olyan volt, hogy még egy faluba is csoda, hogyha egy darab volt, nem az, hogy az embereknél lehetett náluk.
És akkor azok esetleg csináltak egy képet, általában mindig beálltak az emberek, meg pózoltak. Aha, jó, megy mínuszba, úgyhogy nincs semmi gond. Nagyon jó vagyunk, gyerekek, ezt leszántjuk, nagyon szuper lesz. Adjál neki, Sanyi! Közben ki kéne üríteni. Ezt így mellette csinálom, így izének, így mondjuk, hogy hobbinak. Hát ez nem tudom, mert egy harmada már megvan, úgyhogy ez annyira nem megy ám ez lassan. Egy harmada körül vagyunk. Mellette kéne ürítenem egyet, meg kéne egyet annyit csinálnom, hogy meg kéne adnom azt a gabonát, hogy lássuk, hogy mennyi jön be belőle. Az nagyon jó, hogy ugye trágyáz is egybe az a... Hoppá, nem szeretem, hogyha elmarad. Ez ugye örökre ott marad, ugye hiába kultizol utána. Meg hát ugye régen nagyon-nagyon kevés fajta eszköz volt. Most már vannak különböző kompaktor, meg a Isten tudja milyen nevezetű kultivátorok. Régen volt eke, meg volt tárcsa, meg volt borona. Ez ennyi volt, nem voltak ezek a különböző, mondjuk úgy, hogy modern jellegű eszközök, hanem gyakorlatilag tényleg tárcsa, borona, csá. Igen, kiüritek. Esküszöm, nem tudom, mivel kell kinyitani. Sőt, mi van? Ja, óval kell, jó tudtam, csak nem volt ráváltva. És azt megnézem, hogy ezt hova kell vinni. Ugye ez bab volt. Nézzük meg a bab, hol megy legjobban? Babocska. Hű, 3000 gyerekek, Tombstone-nál 3000-be fáj. Az nagyon sok ám. Nagyon sok. És mennyi van benne? Nem tudom, de ez kiér. Szerintem elviszem. Kiér, elviszem és ráfogok újra majd. Mert 3000 az baromi sok. Ha abban van mondjuk egy 10 000, az is már ugye 30 000-et ér. Először filozok, hogy egy új traktort azért majd fogok venni, egy nagyobbat. És a Tombstone az pont itt van alattunk, gyerekek. Baromi jó. Baromi jó, pont itt van. Na, 15 000, ez nagyon jó. Az akkor az mennyit ér? 45 000? Jó, jól számolunk? Körülbelül, ugye? Kimegyünk, azt nyomjuk. Visszajövünk, beállítjuk újra ugye a vetőgépet, közben meg lesz a szántás. Hát azt nem tudom, hogy fogom mozgatni majd a kombájnokat egyik helytől a másikra. Mindegy, igazából addig át tudom mozgatni ugye, amíg beérik. Itt majd lesz annyi időm. Hoppá. Valóban ide kell. Nagyon frankó. Igen, sineket is használjuk. Na, nézzük a lóvét. Ugye 45 000-re tippelünk. Tökéletes. Tökéletes, gyerekek. Szerintem egy nagyobb traktorra fogok gyűjteni egyelőre. Bármilyen franc tudja, érdemes-e megvennünk nagyobb traktort. De visszafele is át tudok menni, jó. Felveszünk a vetőgépet, azt nyomhatja tovább.
Jó van, srácok. Szerintem elbúcsúzok. Következő részben várlak benneteket, lehet, hogy... írjátok meg szerintetek, hogy gyújtsunk egy új traktorra. Igazából egy GCB vagy valami nagy dögöt szívesen megvennék. Ez meg akkor hadd menjen tovább. És akkor nyomjuk a vetésforgót, nyomjuk a szántást. Közben szerintem a következő részben hát lehet, hogy végzünk a szántással is, és akkor lesz még egy területünk. Egyébként, ha megnézitek, ugye ilyenkor ugye... várjátok, nem ezt akartam. Ugye meg is jelenik a térképen a... az a dolog, amit ugye látjátok? Szépen. Ugye ott látható is, hogy hol van ez a terület. Úgyhogy ez rendesen, igaz, hogy számot nem kap, de rendesen megmunkálható, rendesen működő területként fog, hogy ez így látszani. Igen, itt láttam még egy területet, amit tudnánk szántani, meg itt. Viszont, hát olyan nagyon messze nincs a kettő egymástól, nem olyan nagy távolságban van. Na majd meglátjuk, srácok, nyomok egy mentést, mert nehogy elfelejtsem. És akkor köszönöm szépen a figyelmet, remélem tetszik a videó. És látjátok, hogy elég jó haladunk akkor. És tippeket várok. Sziasztok!